Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. A mai gondolatunk Márk evangéliumához kötődik, a 3. fejezetből a 22-től a 30. versig. Nagyon érdekes a történet, hiszen Jézus nagyon sok jót tesz, gyógyít, segít az embereken, és mégis vádolják. Amikor már eljut odáig az ember, hogy már nem tud milyen érvet fölhozni, akkor a lelki vonalon kezdik támadni, és azt mondják, hogy az ördögnek, Belzebúbnak a segítségével űzi ki az ördögöket, illetve teszi a jót. Természetesen ez önmagában is ellentmondás. Jézus éppen ezért ezt a Szentlélek káromlásának nevezi, amikor a jót, a szeretetet, a szépet, az Istentől jövő kegyelmet egyszerűen negatív irányba akarják fordítani, és egy ilyen vád fogalmazódik meg ellene. Aki a megismert igazság ellen van, aki hallgatja Jézus tanítását, megérzi Isten szeretetét, és mégis elveti azt, nem hajlandó követni, tulajdonképpen azokkal lehet azt mondani, hogy az Isten se tud mit kezdeni. Hogyha valaki azt mondja, hogy nincs Isten, de nyugodtan beszélgessünk róla, győzzenek meg az ellenkezőjéről, tulajdonképpen ez egy zárt ember, van egy karakterisztikus kijelentése, gyakorlatilag nem lehet vele mit kezdeni. Ha valaki azt mondja, hogy nem tudom, akkor tulajdonképpen már lehet párbeszédet folytatni, ott már van alapja vagy esélye annak, hogy esetleg a szíve lelke az ajándékozó, a hit ajándékozó felé, az Isten felé is megnyíljék. Tehát Jézus tulajdonképpen nem kívánna mást az akkori emberektől sem, akik egyébként őt támadják, legyenek nyitottak, legyen egyfajta fogékonyság bennük. Tőlünk is ugyanezt várja. Hogyha nem is vagyunk annyira meggyőződve az Isten létéről, vagy még nem találkoztunk igazán az ő szeretetével, valaki úgy éli meg, akkor is ott kell legyen a nyitottság, hogy nem tudom. És hogyha ott vannak a keresztény emberek, akik az életükkel tanúságot tesznek, halljuk az igét, hogyha nyitottak vagyunk, akkor meg fog bennünket érinteni az Isten szeretete, és a hit ajándékával megerősíti az életünket, és abban a pillanatban már el is indulhatunk a teljesség, a boldogság felé. Mert hiszen Jézus erre hív mindenkit, hogy boldogok legyünk már itt a Földön, és ennek legyen beteljesülése majd az ő országába is. Tehát nekünk nagyon fontos együttműködni a Szentlélekkel, ha nyitottság megvan, az Úristen a másik felét meg fogja adni hozzá. Köszönöm a figyelmet!